Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket. Ez alkalommal Dániel és három társáról fogunk beszélni, a Dániel könyve első része alapján. Szeretnénk megosztani azt, amit ebből az igéből kaptunk, miután elolvastuk, átgondoltuk és kerestük benne az Urat. A Dániel könyve első részét vesszük elő, elolvasom az igét, és akkor beszélgetünk az ige alapján. Jojákim, júdeai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nabukadnezer, régiesen így mondják Nabukodonozor, Babilónia királya Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jojákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár földjére. Már itt megjegyzem, Sineár az Babilóniát jelenti, Sineár földje. A maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárába helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenzának, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatkozásuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotába, szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. Most egyelőre ennyit olvasok, és majd folytatjuk tovább. Itt Jojákim, júdeai király nevét említi, ahhoz igazítja az időszámítást a Biblia írója, és Nabukodonozor ennek a Jojákim királynak az idejében hatolt be Isten népe országába, Izrael földjére, és ismerjük a történetet, hogy Jeruzsálemet kifosztotta, lerombolta a templomot, és elhurcolta, ami fogható volt, és azokat a fiatalokat is magával vitte, akiket valamire tudott használni. A mai kérdés, hogy mi van a mai ifjúsággal, hogy Nabukodonozor magával vitte őket, vagy azért mondhatjuk azt, hogy az ifjúság is jól van, hisznek a fiatalok, és hogy igyekszenek a Krisztust követni. Hát ezekről a fiatalokról nem mondom, hogy az összes fiatalról, aki abban a korban élt, ilyen volt, de volt 3-4 ilyen fiú, aki az Úr eszköze volt, akik nagyon komolyan elkötelezték az életüket Isten mellett, és hogy minden körülmények között megmaradtak az Úrnak az útján. Igen, ezt, ahogy olvasok a Dániel könyve első részének az első verseit, akaratlanul ez fogalmazódik meg bennünk, hogy ez egy történelmi helyzet volt. Júda királya nagyon nagy bajba került, és Júda népe, Isten népe, Jeruzsálem, ahogy itt hallottuk is, leromboltatott, és ez egy megszállás volt,
a Nabukodonozor király, szó szerint ezt olvassuk, hogy megszállta Jeruzsálemet, és mivel Isten kezébe adta, nyilván Isten ítélete volt ez az ő népén, az ő népének a java részét, és az Isten házának az edényeinek egy részét is elvivé, és a saját istenének a templomába vitte be, és majd később olvassuk ugye a Dániel könyvébe, hogy elővette, és az ő isteneit dicsérte, és részegeskedett az ő főembereivel, és aztán Isten megítélte Nabukodonozort is. Ebben a történelmi helyzetben, amiben itt Isten népe volt, mégis az Úr adott olyan fiatalokat, akik abban a történelmi helyzetben is tudták, hogy ki az élő Isten, azt is tudták, hogy ő hozzá akarnak tartozni, és bármilyen elképzelése volt a királynak és parancsa a fiatalokkal, ők, ahogy olvassuk majd, másképpen álltak a dolgokhoz Isten szerint, és nem a világi nagyhatalom szerint. Ma is egy történelmi helyzetben van Izrael, és ami engem nagyon meghatott, az volt ebben a szörnyű helyzetben, ahol a holokauszt borzalmai látszott megismétlődni, hogy amikor harcot hirdettek, akkor az Izraelbe induló összes repülőgép megtelt fiatalokkal és férfiakkal, akiket be se hívtak katonának, de bajba volt a haza, bajba volt Isten népe, szenvedtek családok, emberek, közösségek, ugye a kibuci közösségeket támadták meg, és azonnal készek voltak az életüket is oda szánni, hiszen ha egy fiatal ember a világ bármelyik részéből azért utazik haza, mert hadüzenet van, az az életét is oda szánja. A királynak más volt az elképzelése a zsidó fiúkkal kapcsolatban, és ez az elképzelést el is mondja a király parancsként az ő udvarmester fejedelmeinek a harmadik versbe. Olvassuk, hogy hozzanak Izrael fiai közül királyi magból való és előkelő származású ifjakat, akikben nincsen semmi fogyatkozás, akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, ismeretekkel bírnak, és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmasok arra, hogy álljanak a király palotájába, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. A királynak volt egy elképzelése. A tehetségtelen, szegény, származású fiatalok nem kellettek neki. Neki a színe java kellett, és a világ mindig Isten népének a színe javát akarja magának tudni. Nem volt bennük semmilyen fogyatkozás, és olyat akart, akik szépek is voltak, bölcsek is voltak, tudományuk is volt, könnyen tanultak, abban reménykedett, hogy majd lehet őket asszimilálni, és majd a birodalom, babiloni birodalom javára lesznek, és eltanulják a káldeusok nyelvét, írását, szokását, tudományát, a varázslást, és mindenféle ehhez hasonlókat. A király terve más volt, de itt aztán majd a későbbiek során olvassuk, hogy az Úr hogyan is tudta megtartani ezeket a fiúkat, hogy nem hajoltak meg se a király előtt, se Babilon uralkodói előtt,
sem pedig a káldeusok tudománya nem hatotta át, sem pedig a világ szellemi tápláléka őket. A király úgy gondolta, hogyha ő ilyen tehetséges fiatalokkal kezd majd foglalkozni egész fiatalon, akkor könnyű lesz megváltoztatni őket, és gondoskodott a király az ő mindennapi szükségleteikről. Nagyon sokszor a világ meg akar bennünket venni. Anyagi dolgokkal, pénzzel, hatalommal, karrierrel, hiszen ha el is kellett hagyni a hazájukat, de azért itt karrier várt rájuk, gazdagság várt rájuk, megbecsülés. A világ mindent ígér. Jézusnak azt mondta a gonosz, ha leborulva imádsz engem, akkor minden a tiéd lesz. Ugyanezt akarta ez a király is, ha a Dániel könyvét ismerjük, vagy pedig elkezdjük olvasni, és meg fogjuk ismerni, akkor pontosan erről volt itt szó, és rendelt a számukra, minden napi szükségletükre, ételből, borból, mégpedig abból, amit ő iszik, tehát királyi eledelt, és 3 esztendeig, és majd aztán ugye már akkor megváltoznak, és akkor már állhatnak majd a király elé és a szolgálatába. Tehát a világ ezt szeretné, és gondolkozzunk el, hogy a mai történelmi helyzetben mivel vesznek meg bennünket, adjuk-e az életünket, igényeljük-e a világ szellemi eledelét, igényeljük-e a világ italát, leülünk mi is borozgatni, esetleg netán szívni néhány spanglit, hogy jól érezzük magunkat, mert a világ ezt teszi, vagy pedig mi is lakik a szívünkbe. A 4. dolog, ami ugye akik kiválasztottak a zsidó ifjak közül, azok elé egy karriert tártak a babiloni király udvarába. Ezek tehetséges fiatalok voltak, nagyon szépek voltak, szemre is jóképűek, okosak, értelmesek, és feltették nekik, mindazt megkapták, amit csak szemük, szájuk kívánt. Hát sokszor elképzelhetetlen, hogy a fogságban valakinek ilyen jó dolga legyen, és a világ sokat ígér, de aztán elvesz. Vajon mi változott Babilonba? Elkezdődött a változás, mert hogy nem adtak mindent ingyen. Az egyik változás az volt, hogy a nevüket megváltoztatták, és más nevet kaptak. És hogy ugye Sidrák, Misák, Abednégó nevet kapták, Dánielnek pedig Baltazár nevet adtak. Felejtsd el a népedet, felejtsd el a nevedet, hiszen Izraelben minden népnek, névnek nagyon komoly jelentése volt az Úrhoz való kapcsolódással, a néphez való kapcsolódással. Még itt megjegyezném azt, hogy az a név, ami a személyiségüket is jelképezte, benne foglaltatott az Úr neve, Dani él, él az Isten, Hananiah, Istennek a neve, Misa él, itt is Isten név, vagy Azárjah, az Isten neve. Tehát Isten az Istenhez tartozás. Tehát Isten neve többféleképp kifejeződött a héber nyelvbe, él, Jah, meg Elohim, meg egyéb Adonai. És ugye ez a név kérdés, ez a szemét is jelenti, és hogy az Úr Jézusnak a neve is, hogy erre minden térd meghajol, minden nyelv hallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, tehát mi az Úr nevével vagyunk megjelölve,
akik, hát új nevet kaptunk kegyelemből. És Dániel a szívébe tökélte el azt a 8. versbe, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetni. Hiába akart a világ más nevet adni, és adott is ezeknek a nagyon tehetséges fiataloknak, a szívben, Dániel szívében és a másik három fiatal szívében ott volt a ragaszkodás, a döntés, hogy ők nem kérnek a világ eledeléből, sem a király borából, amivel meg akarják itatni. Nagyon sok embert meg lehet itatni, nagyon sok embert rá lehet venni. Én olyan korban nőttem fel, amikor nagyon sok ember megtagadta a hitét, ilyen piros könyvet váltottak, mert nagyobb kenyeret lehetett kapni, akinek olyana volt, és bár nem értett egyet, mert a szíve mélyén tudta, hogy Istennek más az akarata, mégis ivott abból a borból, amiből a világ ivott. Ezek a fiúk eltökélték az ő szívükben, hogy nem fertőztetik meg magukat, és kérik az udvarmestert, hogy ne kelljen magukat megfertőztetni. Ők nem csak eldöntötték, nem csak az elhatározás volt bennük, hanem előálltak, nyíltan kérték az udvarmestert, hogy ha lehet, akkor ők nem. És ezt olvassuk itt a 9. versben, hogy az Istennek kegyelme és irgalomra méltóvá tevé Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Ez az eltökélés, ha megvan bennünk, és készek vagyunk bizonyságot tenni, hogy mi miért is nem élünk a világ szellemi eledelével és italával, akkor az Úr kegyelme és irgalma méltóvá tesz arra, hogy mindazon az úton, a keskeny úton megmaradhassunk, amit az Úr kijelölt a számunkra. Ez egy nagyon csodálatos dolog. Dániel és ennek a három fiatalnak az életébe jelen volt az Isten irgalma. Olyan erővel és olyan hatalommal, hogy mindenki a pogány világból meglátta, hogy Isten lelke van velük. Ez az udvarmester nagyon szerette ezeket a fiatalokat, mert ezek a fiatalok egyenes szívűek, jelleműek, beszédűek voltak, értelmesek voltak, alázatosak, és szerető szívűek, őszinték. Ma nagyon ritka az őszinte fiatal. Én nagyon sok fiatallal foglalkozom Isten kegyelméből, szenvedélybetegekkel, egy 130 ágyas bentlakásos rendszerbe, és csak akkor tudok bárkivel is előrébb jutni a gyógyulás útján, a felépülés útján, ha őszinte. Ha kész kitárni az életét, Dánielék megosztották az főudvarmesterrel, hogy ők ezt az utat fogják választani, ehhez kérnek segítséget, és az udvarmester pedig nagyon féltette az életét. Az állását, a karrierjét. Azt meg is mondta Dánielnek, udvarmesterek fejedelme, tehát itt egy főnöki állásról volt szó, hogy félek én az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és italotokat,
minek lássa, hogy a ti orcátok hitványan amaz ifjakénál, akik egykorúak veletek, és így bűnbe kevernétek az én fejemet a király előtt. Ugye itt a 10. versben őszinte volt ez a főudvarmester, aki az udvarmesterek fejedelme az írás szerint, félek én. Félek a büntetéstől, félek, hogy belekevertek engem olyasmibe, amiért én vagyok a felelős. És nagyon sokszor a világba a hajlanának is az Úr beszédeire, de a félelem és a karrierféltés megakadályoz abba, hogy segítségére lehessünk, vagy hogy mi magunk is azt az utat válasszuk, ami nem a világ útja. És akkor a Dánielék azt mondták ennek a főfelügyelőnek, hogy 10 napig való próbát tegyél velünk. 4 próbát, olvassuk a 12. versbe, kérlek a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt tegyük, és vizet, hogy azt igyük. Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat, és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedjél majd a te szolgáddal. És engede nékik ebben a dologban, és próbát tőn velük 10 napig. Csak akik hitben erősek, azok készek az életüket a próbáknak alávetni. Dániel nem félt a próbáktól. Nyilván, hogy a meghurcoltatás a fogság idején nagyon sok mindenen keresztül mehettek ezek a fiatalok, akik szívükben ragaszkodtak az Úrhoz, és a zöldségféléket választották, és a vizet választották, amit nagyon hitványnak tűnt a világnak, a babilóniak nem nagyon ittak vizet, és nagyon szerették a nagy húsokat, és bizonyos volt Dániel és az ifjak, hogy az ő ábrázatuk más lesz, tiszta lesz, és hogy a gondolkodásuk is tiszta marad, hiszen a bor az elveszi a józan gondolkodást, hogy sokkal többet tudnak előre haladni, akár a nyelvtanulás, akár a szokások, akár pedig más dologba. Úgy gondolom, hogy akik az Úrnak adták az életüket, és követik Jézus Krisztust, azoknak nem kell félni a próbáktól, nem kell ragaszkodni a világ elismeréséhez, a karrier központú élethez, és az Isten igéje és az élő víz, az ige, Isten szava lehet az eledelük. Testvérem, te mivel táplálkozol? Tömöd meg a gondolkodásodat, a szívedet, az érzéseidet. Mennyire változtat meg téged az, amit egész nap magadba veszel. És akkor az udvarmester engedett nekik, ezt olvassuk a 14. versben, és próbát tön velük 10 napig. Ha ragaszkodunk az Isten igéje szerinti élethez, akkor meglátják az emberek azt, hogy az Úr mennyire mássá tud tenni. Igen. Gyönyörű szép ez a Dániel könyve. Igen. Köszönjük a figyelmeteket, hogy velünk tartottatok.